Ebben a videóban a kúp felszínével és térfogatával kapcsolatban oldunk meg néhány feladatot. Tekintsünk egy azonos alapterületű, azonos magasságú kúpot, valamint egy hengert. Gondolatban végezzük el a következő kísérletet. A kúpot megtöltjük vízzel, majd beleöntjük a hengerbe. Ezt az eljárást háromszor kell elvégeznünk, hogy a henger megteljen vízzel. Ekkor azt mondhatjuk, hogy a kúp térfogata harmad része lesz a henger térfogatának. Ezért a kúp térfogatát úgy számolhatjuk ki, hogy V egyenlő R4-szer szer pi szer M per 3. Érdemes megfigyelned azt is, hogy azoknál a testeknél, ahol akár az alkotók, akár az élek egy csúcsba futnak össze, ott bizony megjelenik a térfogat szabályában a harmadolás. A kúp felszíne az alapkör területének és a palás területének összegeként áll elő. Ha elkészítjük a kúp hálóját, szétvágjuk a kúpot és kiterítjük a síkban, akkor az alapkörlap területe természetesen R4-szer pi-vel számolható ki, a palást pedig egy A alkotó sugarú I ívű körcik lesz. Vegyük észre, hogy ez az ívhoz pontosan az eredeti kúp alapkörének területét éri, ezért 2 R pi-vel kiszámolható. Érdemes azt is megjegyeznünk, hogy a körcik területének kiszámolása hasonlít a háromszög területének kiszámolásához, ami ugye alap, szor a hozzátartozó magasság szorzatának a fele, a körcik területe pedig az ív és az alkotó szorzatának a fele lesz. Esetünkben az ívhoz 2R pi, így a palás területe 2R pi szer A per 2 lesz, ami egyszerűsítés után R szer pi szer A-nak fog adódni. A kúp felszíne, amit nagy A-val jelzünk, R4-szer szer pi meg R szer pi szer A, amiből R szer pi kiemelése után R szer pi szer zárójel nyitva, R meg A zárójel bezárva formában jegyezhető le. A szabályok megismerése után álljunk is neki a feladatok megoldásának. Az első feladat szövege így hangzik. Az egyenes körkúp alapkörének sugara 7 cm, a magassága 24 cm. Mekkora az alkotója, a felszíne és a térfogata? Az alkotó kiszámolásához Pitagórász tételét fogjuk segítségül hívni, hiszen a sugár, a magasság és az alkotó egy derékszögű háromszöget határoz meg, amelybe felírható az, hogy R4-szer meg M4-szer egyenlő A4-szer, ebbe behelyettesítve az adatainkat, 7 a négyzeten meg 24 a négyzeten egyenlő A4-szer, melyben a műveletek elvégzése után az A-ra 25 cm jön ki, hiszen az A geometriai jelentése miatt csak pozitív lehet. A pi értéke pedig közelítőleg 3,14 század. Most már minden lényeges adatunk megvan ahhoz, hogy kiszámoljuk a kúp térfogatát és felszínét. Behelyettesítve a képletekbe, a kúp térfogatára 1231,5 köbcentimétert, a felszínére pedig 703,71 század négyzetcentimétert kaptunk. Most kérlek állítsd meg a videót, és oldd meg önállóan a kijelölt feladatot. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. A következő feladatban megvan adva a kúp alapkörének sugara, ami 6 cm, és a nyílásszöge 96 fok. A nyílásszög a főtengely metszeten az alkotók által bezárt szög, ez mutatja meg, hogy mennyire nyílik ki a kúpunk. A kérdés pedig az, hogy mekkora ennek a kúpnak a felszíne, illetve a térfogata.
A sugár, a magasság és az alkotó által meghatározott derékszögű háromszögben az egyik hegyes szög a nyílásszögnek a fele, tehát 48 fok lesz. Vele szemközt van a 6 cm-es befogó, az alapkör sugara, a magasság pedig a mellette levő befogó, ezért tehát tangenszögfüggvényt írhatunk fel. Tangens 48 fok egyenlő 6/m, ebből m-re 5,4 cm-t kapunk. Most már nincs akadálya annak, hogy a kúb térfogatát kiszámoljuk. A V egyenlő R négyzet szer pi szer M per 3 szabályba behelyettesítve, V egyenlő 6 a négyzeten szer pi szer 5,4 per 3-hoz jutunk, így a térfogat 203,58 köbcentiméter lesz. A felszín kiszámolásához szükség van az alkotó meghatározására, amit vagy színuszögfüggvénnyel, vagy Pitagórasz tételével tehetünk meg. Én Pitagórasz tételébe helyettesítettem, és az alkotóra 8,7 cm-t kaptam. Behelyettesítve a nagy A a felszín képletébe, a felszínre 265,21 négyzetcentiméter jött ki. Most kérlek, állítsd meg a videót, és oldd meg önállóan a kijelölt feladatot. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. Ebben a feladatban egy 10 cm sugarú félkörlapból kúpot készítünk. Mekkora az így keletkezett forgáskúp térfogata felszíne? Rajzoljuk meg a palást félkörlapját, és tekercseljük össze kúppá. A jeleinket feltétlenül a kúpra tegyük. Látható, hogy az alkotó 10 cm, ezért a palást egy alsugarú körnek a fele lesz. A palást ívhossza egy 10 cm-es sugarú kör félkerülete, ami kiszámolva 10 pi, azaz körülbelül 31,4 cm-nek adódik. Vegyük észre azt is, hogy ez az ívhossz a kúp alapkörének kerületét éri, amiből az alapkör sugara 5 cm-nek jött ki. A felszín az íszer A per 2 szabállyal, vagy a 10 cm sugarú kör területének a felével számolható ki, és 50 pi a pontos értéke. A kúp térfogatának meghatározásához szükség van a kúp magasságára, amelyet Pitagórasz tételébe való behelyettesítéssel tudunk kiszámolni. 5 a négyzeten, meg m a négyzeten egyenlő 10 a négyzeten, és ebből m-et kifejezve m-re 4,75 cm hosszúság adódik. A kúp térfogata az r négyzet szer pi szer m per 3 szabályba behelyettesítve 226,72 század köbcentimétert fog érni. Most kérlek, állítsd meg a videót, és oldd meg önállóan a kijelölt feladatot. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. Az utolsó feladat az egységes érettségi feladatgyűjteményből származik, és így szól. Kiöntött homok 31 fokos természetes lejtéssel állapodik meg. Milyen magas és széles az a homokkúp, amelynek térfogata 12 köbméter. A kúp térfogata V egyenlő R négyzet szer pi szer M per 3. Mivel sem az R-t, sem az M-et nem ismerjük, köztük kapcsolatot tudunk teremteni az ábrán feltüntetett derékszögű háromszög részletben tangens 31 fok, az m per r-t ér, amiből az m-et kifejezve m-re 0,6 r-t fogunk kapni. Ezt helyettesítsük be a térfogat szabályába, ekkor r-re egy ismeretlenes harmadfokú egyenletet fogunk kapni. Ebből az r-t kifejezve 2,78 méternek adódik, mivel a kúpsugara ennyi, átmérője ennek kétszerese,
tehát 5,57 méter széles lesz a homokkúpunk, melynek a magassága a kiszámolt sugárnak a 0,6-szerese, azaz 1,67 méter magas lesz. Végezetül szeretném megköszönni, hogy megnézted és meghallgattad a videómat. Köszönöm szépen!